Az akkori Bonyhád lakosságának majd 15%-a 1222 polgára számára volt végzetes, a II. Világháború zsidó üldöztetése. A Magyarországi Zsidó Kulturális Egyesület kezdeményezésére az elhurcoltak emlékére helyeznek el szerte az országban úgynevezett botlatókövet, ahol egykori lakóházuk előtt jelzik Hajdan volt tulajdonosuk és ezzel együtt népük tragédiáját. A megemlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolnamegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt többek között, bár lehetett látni a történelmi folyamatok hova vezetnek majd, de az emberek mégis bíztak a javulásban, még az utolsó percekben is. Olyan emberekre emlékezünk, akik jó 200-250 éven keresztül építették, formálták ezt a várost, akiknek a munkája még mai napig benne van ebben a városban, ennek a városnak a látképében, és nekünk kötelességünk rájuk is mindig emlékezni, és köszönetet mondani annak, hogy ilyen városban élhetünk, és a magunk részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyrészt az emléküket ne felejtsük el, másrészt pedig, ahogy ők építették ezt a várost, úgy építsük mi is tovább. Az, hogy mi vezetett el a holokauszthoz, arról sokan sokat írtak már, de azok az emberek nem hagyták el itt a szülőföldüket, nem hagyták el a városokat, mert mindig reménykedtek abban, hogy a folyamatok visszafordíthatók, és az életük, a sorsuk jobbá tehető, jobbra fordulhat. Ha mi is hasonló példákat saját életünkből keresünk, akkor nekünk is azért egy csomó mindenne, főleg most, hogy háború dúl mellettünk, elgondolkozhatnánk mi is azon, hogy akkor mi is most meneküljünk el, mert a folyamatok nem jók. De nyilván kitartunk, meg abban bízunk, hogy béke lesz, és ennél sokkal jobb világ jön. Szabó Tibor Bonyhád polgármestere azt mondta, a város soha nem heverte ki azt a veszteséget, amelyet polgárai elvesztésével elszenvedett. Szerintem soha nem pótolható az, ami megszűnt, ami tönkrement, mert ezek az emberek nincsenek többé. Persze gondolhatjuk azt, hogy igen, lehet pótolni, gondolhatjuk azt, hogy majd mi újra teremtjük, és persze így is kell gondolkodni, hogy meg kell próbálni mégiscsak újat építeni. De azt hiszem, hogy a hiányuk az soha nem fog megszűnni. Ahányan itt voltunk, mind ezt tapasztaltuk, hogy ez egy figyelemfelkeltő lépés. Talán a botlatókövek, amit itt láthatunk mellettünk, talán ezek fognak valamit jelezni, de én egy picit ennél borulátóbb vagyok. Én egy picit azt látom, hogy a társadalom az egy kicsit fásult ebben az ügyben. De meg kell próbálni, természetesen föl kell hívni a figyelmet mindenképpen. A kövek és az ünneplők a helyi élet menetét jelképezik, mondta Kisner Péter, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke. Unter Demig, kölni illetőségű szobrászművész gondolta úgy, hogy a holokauszt áldozatainak nincs sírjuk, nincs egy hely, ahol a hozzátartozók, a túlélők emlékezhetnek rájuk, hogy lehetetik a hagyományosan a kavisokat a sírjukra. Tehát vissza kell adni ezt a lehetőséget, másrészt pontosan azért, mert ők névtelen áldozatok lettek, utaljon azokra a helyekre, ezek az emberek éltek,
közöttünk, városokban, falvakban, és ezért találtak ki ezt az úgynevezett botlató követ, amely tulajdonképpen, ahogy ő fogalmazott, az illető áldozat utolsó szabadon választott lakóhelyére terül. Több tízezer embert ezt tanúbizonyságot a antiszemitizmus, a kirekesztés, mert a holdakhoz áldottak emlékére. És az a néhány tucat vagy száz ember, aki most itt Bonyhádon végigjárja azt a öt helyszínt, ahol a lakókövet, ők is tulajdonképpen a helyi életmenetét jelképezik, és másutt is ezt tapasztaljuk, hogy a közösségnek valami fölnyitja a szemét, hogyha csak egy vagy néhány követ rakunk le, és ez nagyon fontos üzenet a jövőnek, azt gondolom. A neológ zsinagógában majd a házak előtt elmondott beszédükben a felszólalók az emlékezés fontosságát hangsúlyozták.